Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek fontosabb híreink röviden. Benzinár stop. A kormány 3 döntést hozott a rendelet fenntartása érdekében. Választási fórum. A magyar emberek biztonsága az első. Ki akarunk maradni ebből a konfliktusból? Ezt hangsúlyozta a térségben élőknek csütörtökön délután Menzer Tamás. Mentás kert. Kokárdákat és tavaszi ajtódíszeket lehetett készíteni a faluház udvarán. A kormány 3 döntést hozott a benzinárstop fenntartására. A tegnapi rendkívüli kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely ismertette a rendeletet, mely szerint a 7,5 tonna feletti gépjárműveket, kamionokat és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú teherautókat csak a nagy nyomású kútoszlopoknál lehet tankolni, ahol a gázolajat piaci alapon értékesítik. A személygépkocsik és a 7,5 tonna alatti magyar teherautók továbbra is 480 forintos literenkénti áron juthatnak üzemanyaghoz, hasonlóan a mezőgazdasági erőgépekhez, függetlenül attól, hány tonnát nyomnak, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy a kormány 20 forinttal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját az üzemanyagforgalmazók javaslatára. Továbbá a kormány utasította a rendőrséget, hogy rémhírterjesztés miatt minden esetben indítson eljárást azokkal szemben, akik valótlan információkat közölnek az üzemanyagellátás leállásáról, és ezzel az autósokat becsapva több száz méteres sorokat idéznek elő a kutak előtt, tette hozzá. Gulyás Gergely kiemelte, kérték azt is, hogy azokkal szemben is induljon eljárás, akik nem üzemanyagszállításra alkalmas tárolóba töltenek benzint vagy gázolajat, veszélyeztetve saját magukat és mások testi épségét is. A magyar emberek biztonsága az első. Ki akarunk maradni ebből a konfliktusból? Ezt hangsúlyozta a térségben élőknek csütörtökön délután Menzer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, dr. Vitályos Eszter, az MI Európai Uniós Fejlesztés Politikáért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő választási fórumán. Magyarország nem támogatja semmilyen formában a háborút. Az egység a fontos. Ki akarunk maradni ebből a konfliktusból? Többször is elhangoztak ezek a gondolatok csütörtök délután Pilisvörösváron, ahol dr. Vitályos Eszter, az MI Európai Uniós Fejlesztés Politikáért felelős államtitkára országgyűlési képviselő tartott választási fórumot. A jövőre vonatkozó tervek mellett a napi történések, a szomszédországban dúló háború is szóba került. Hát én elsősorban azt gondolom, hogy ami a legfontosabb alapvetés, hogy Magyarországnak ebből ki kell maradnia. Tehát sem katonákat, sem fegyvereket, sem emberi élet kioltására alkalmas fegyvereket nem akarunk küldeni Magyarországon keresztül, ez a legeslegfontosabb. És örüljük neki, hogy nem tudjuk, hogy egyébként milyen helyzetek vannak. Tehát én tegnap éppen az Átölel a Pilis-Dunakanyar Szövetségbe érkezett adományokat, amit természetesen a Pilis-Dunakanyar településein élők gyűjtöttek össze, azokat szállítottuk le Beregsurányba és Kisvárdára. Kisvárdán a Kárpátalja házban voltunk, ahol gyakorlatilag egy ilyen adomány elosztó központ működik, és az ottani képviselő Eszták Miklós fogja össze az ottani tevékenységet, és Beregsurányban pedig a polgármester úrnál voltunk, illetve Tilki Attila képviselő úrnál. Kimentünk a határhoz is. És hát nagyon nyomasztó volt azt látni, hogy tényleg emberek úgy pakolják fel az életüket egy bőrönbe, egy kisgyerek egy hátizsákkal, hogy napok óta, vagy akár fél napja gyalogolnak, mert sokan vannak, akik autó nélkül kénytelenek átjönni a határon. Kivárják a sorukat, elintézik az adminisztrációt, Beregsurányban is egyébként ott rögtön a határ mellett működik egy, hát azt lehet mondani, egy ilyen menedék, mert tulajdonképpen az, ott megpihenhetnek, kapnak meleg ételt, kapnak szendvicset, kapnak egy jó szót, biztatást, és vannak ott természetesen olyanok, akik tolmácsolnak is adott esetben, és segítenek az adminisztrációt elintézni. És ott általában maximum egy napot töltenek, és akkor onnan mennek tovább. Sokan vannak, akik családhoz mennek, családhoz kerülnek, vagy barátokhoz, tehát konkrét úti céllal vannak, de olyanok is vannak, akiknek elképzelésük sincs, hogy mi lesz velük holnap. Elsősorban tartós élelmiszerre van szükség, tehát én tegnap akár a Máltai Szeretett Szolgálattal, mert Beregsurányon a határátkelőnél ők vannak,
akár az ő munkatársaikkal beszéltem, akár a polgármesterekkel, mindenki azt mondja, hogy arra kell berendezkedni, hogy azért ez még elhúzódik. Tehát akár hetekig, akár adott esetben hónapokig tarthat ez a háborús konfliktus. Minél több ember fog még ide érkezni, tehát most a külügyminiszter úr ma számolt be a parlamentben arról, hogy több mint 200 ezeren érkeztek már a mai napig is Magyarországra, és arra kell számítani, hogy még többen fognak jönni. Az ő mindennapjaikat gyakorlatilag menedzselni kell, tehát ugyanúgy a szállással is lehet nekik természetesen segíteni, valamikor szállítással is, és a tartós élelmiszer, úgyhogy folyamatosan zajlanak a gyűjtések. Szerintem minden településen is megvan ez már szervezve, tehát akár az önkormányzatok segítségével, de aki hozzánk szeretné hozni az adományokat, azt is meg lehet természetesen tenni. Az én social médiás oldalamon, a Facebook oldalamon folyamatosan adunk hírt erről is, hogy hova lehet hozni az adományokat. Európai Unió és NATO tagok vagyunk. Ezek a szövetségek kötnek minket, de ki akarunk maradni ebből a konfliktusból? Erről is beszélt a fórumon Mentzer Tamás államtitkár. A magyar álláspont az kristálytiszta és változatlan. Mi a békében vagyunk érdekeltek, mi békét szeretnénk, hiszen Ukrajna szomszédos ország, tehát a szomszédunkban háború zajlik, ráadásul nagy számú magyar közösség is él ott békeidőben. Sokan most már nálunk keresnek, Magyarországon keresnek békét és biztonságot, de sokan még ott vannak, tehát nekünk nagyon nyomós és komoly érveink vannak a béke mellett. Sokat is igyekszünk tenni lehetőségeinkhez és méretünkhez képest a békért. Külügyminiszter úr is, miniszterelnök úr is minden nemzetközi formon a békét forszírozza és mindenkit arra buzdít, a résztvevő feleket, illetőleg minden olyan nemzetközi partnert, aki kapcsolatban van a résztvevő felekkel, hogy a békét segítsék, és segítsenek abban, hogy a béketárgyalások eredményesek legyenek. Ugyanakkor persze azt látjuk, hogy a háború dúl és a háború zajlik. Mi ezt a háborút nem akartuk, de természetesen alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez. Ezért hozta meg a magyar kormány azokat a döntéseket, hogy nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk, nem küldünk katonákat, nem küldünk fegyvereket, és azt sem engedjük, hogy mások a magyar-ukrán határon keresztül fegyvert szállítsanak háborús konfliktusba, ugyanis Magyarország biztonsága ezt kívánja meg, a magyar érdek, illetve a kárpátaljaiak érdeke és biztonsága is azt kívánja meg, hogy ettől a konfliktustól tartsuk távol magunkat és maradjunk ki belőle. A helyzet az, hogy természetesen szövetségi rendszerekhez tartozunk, ilyen az Európai Unió és a NATO is, és amikor háború van, akkor az egység nagyon fontos, ezért mi is világossá tettük, hogy minden olyan döntést, amelyet az uniós tagállamok jónak gondolnak és támogatnak, ilyen döntést és ilyen döntéseket mi is támogatunk. Tehát soha nem blokkolunk, és nem is blokkoltunk semmilyen közös döntést, ellentétben azokkal a hazugságokkal, amelyeket rólunk állítottak. Mi minden közös döntést támogatunk, mert ilyenkor az egység nagyon fontos. A szankciós politika az egy olyan politika, amelyről mi már sokkal korábban elmondtuk, hogy nem látjuk célra vezetőnek, de ilyen helyzetben most nem az ilyen viták ideje van itt, hanem az egység az, ami igazán fontos, tehát az egységet fenntartjuk. Viszont két oldalú alapon azokat a döntéseket meghoztuk, amiket említettem, tehát mi ki akarunk maradni ebből a konfliktusból. Már több mint 200 ezren jöttek át a háború kitörése óta Magyarországra, a magyar-ukrán határon. Ezeknek a menekülteknek egy része, nehéz százalékosan megmondani, egy része természetesen tovább megy más országokba, egy részük itt marad, közülük is vannak olyanok, akiknek vannak itt rokonaik, barátaik, tehát náluk meg tudnak szállni, tudják folytatni az életüket, vannak olyanok, akik saját erőforrásból oldják meg az életük menedzselését, és vannak olyanok, akik segítséget kérnek. A magyar kormány együttműködve a különböző szeretetszolgálatokkal, ökumenikusokkal, máltaiakkal, Vöröskereszttel, reformátusokkal, baptistákkal kész arra és képes arra, hogy mindenkinek, aki segítséget kér, annak segítséget adjon, itt nálunk senki nem marad ellátatlan. A politikus az ukrajnai menekülteknél tett személyes tapasztalatairól is beszélt a résztvevőknek. Mentzer Tamás méltatta dr. Vitályos Eszter a térség fejlődés szolgáló terveit. Az országgyűlési képviselő egy fontos szavazást követően érkezett a választási fórumra. Ma megválasztottuk Novák Katalint, Magyarország első női köztársasági elnökét.
Hát óriási élmény volt, és nagyon megható. Én azt gondolom, hogy köztársasági elnök asszony egy nagyon szép beszédet tartott a parlamentben, és utána 137 szavazattal, tehát olyanok is voltak, akik nem a Fidesz és nem a KDNP soraiból, de rászavaztak. Úgyhogy első körben megválasztásra került. De elsősorban azt szerintem nagyon fontos, hogy én rendelkezem egy olyan stratégiával, ami tulajdonképpen a térség fejlesztését 2030-ig szeretné meghatározni, vagy szeretne ebben segítséget nyújtani, talán ez a legjobb szó rá, mert ebben vannak olyan pályázatok, vannak benne olyan programok, amelyeket egy-egy település önmaga is meg tud egyébként valósítani, csak esetleg segíteni kell neki. Másrészt meg vannak benne olyan valódi térségfejlesztési programok, mint például az M0-ásnak a befejezése, vagy adott esetben térségi kórháznak a létesítése, amihez viszont nyilván több település összefogása is, és adott esetben államigazgatási összefogás is, tudás is szükségeltetik. Úgyhogy ezen dolgozunk, hogy gyakorlatilag ezt a stratégiát meg tudjuk valósítani. És igen, én azt gondolom, nagyon fontos és sorsdöntő az április 3-ai választás, mert el fog dőlni, hogy Magyarország milyen irányba menjen, a fejlődés útján menjen, előre menjünk, vagy esetleg abba a múltba, amelyet 2010 előtt már megtapasztalhattunk, és ahonnan elég nehéz volt, és évek tartotta, még vissza tudtuk hozni az országot. Április 3-án az a kérdés, visszajön-e a múlt? Ezt mondta stábunknak Mentzer Tamás államtitkár, aki a Dunakanyarban élőknek is üzent. Azt gondolom nagyon fontosnak itt a Dunakanyarban, és országos szinten is, hogy ahogyan lehet olvasni is, nem véletlenül, hogy ne hátrafele menjünk, hanem előre menjünk továbbra is. A választás tétje szerintem pontosan ez, hogy visszajön a 2010 előtti kudarcos korszak, vagy pedig tovább tudunk menni, és tudjuk folytatni ezt az építkező munkát. A politika tapasztalati műfaj, megtapasztalhattuk már azt, hogy akik most az ország vezetésére jelentkeznek, milyen teljesítményre képesek. 2010 előtt a Gyurcsány-Bajnai kormány idején idézőjelben csak egy gazdasági válság volt, és az ország tönkrement. Államcsőd volt, IMF hitel, mindenkit ellepett az adósság feje tetejéig, az államot is, a családokat is, munkanélküliség, és lehetne sorolni. Az Orbán kormány 12 éve alatt volt gazdasági kihívás, gazdasági válság, migrációs válság, koronavírus válság, és most egy háború van, és mindennek ellenére 1 millióval többen dolgoznak az országban, mint 2010-ben. Mindennek ellenére tavaly több mint 7% volt a gazdasági növekedés, ez történelmi rekord, tehát az ország erősödése, és fejlődése az töretlen, ráadásul meg tudtuk védeni magunkat az illegális bevándorlással szemben, eredményesen tudtunk vakcinát beszerezni, és Európában az egyik legjobb oltási programot megcsinálni Magyarországon az emberekkel összefogva. A gazdasági kihívásokat adócsökkentéssel, munkahelyteremtéssel le tudtuk győzni, és a háború idején is azt gondolom, hogy egy helyes és jó pozíciót tudtunk elfoglalni azzal, hogy mi azt mondtuk, hogy mi békepártiak vagyunk, és mi ebből a háborúból ki akarunk maradni. Dr. Vitályos Eszter minden dunakanyari polgárt szeretne megszólítani a településeken tartott választási fórumokon, ezért a választással kapcsolatos eseménysorozat tovább folytatódik majd a térségben. Pénteken Szentendrén a program meghívott vendége Kövér László házelnök volt. Kokárdákat és tavaszi ajtódíszeket lehetett készíteni a Kós Károly Művelődési Ház udvarán. Csütörtökön tavaszi kézműves foglalkozással várták a gyerekeket a faluház munkatársai, akik az elkészített tárgyakat haza is vihették magukkal. Lassan egy éve, hogy megnyitott a Mentáskert Kalászi termelői piac a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A termelők a Dunakanyar térségéből érkeznek, de vannak Nógrád megyéből és az ország délebbi pontjairól is. A szervezők célja, hogy a Mentáskert ne csak egy piac legyen, hanem egy kulturális találkozási pont, ahol együtt lehetnek a kalásziak. Csütörtök délután is szerveztek egy kísérő programot, mely elsősorban a gyerekeknek kedvezett. Különböző természetes alapanyagokból készíthettek a picik tavaszi ajtódíszeket, és az 1848-49-es szabadságharc és forradalom emlékéhez kapcsolódóan kokárdákat is. Ez idei évnek az a terve, hogy havonta kétszer lesz ilyen nagyobb aktivitás itt a Mentáskertben. Egyrészt, hogy népszerűsítsük a piacot, meg hogy ilyen közösségépítés szempontjából is tök jók ezek a rendezvények. Ez az első, illetve volt már az a farsangi mulatság, és ez a második, ez a tavaszi kézműves foglalkozás, amit így
nagyon hideg van, úgyhogy mi nem érezzük a tavaszt, de tavaszi ajtódíszt készítünk, és kokárdát, mivel jövő héten ez az aktuális lesz. Úgyhogy ezt csináltuk a barkából, természetes dolgokból, meg hát próbáltuk minél ilyen kis menüpassz ajtódíszeket készíteni, meg kokárdát másképp. Készítettünk madárkát, meg ilyen virágformát nyújt, meg mindenféle, ami más, de mégis szép, sőt, igényesebb. Utónio Hodnicki Vanda, a faluház közművelődési munkatársa vezette be csütörtök délután a gyerekeket a kézműveskedés rejtelmeibe. De nagyon érdekes volt ez a mai nap, mert egész pici gyerek jött anyukájával, tehát nem az, aki... Tehát eddig mindig ilyen koszorú készítésre mindig ilyen nagyobb, tehát anyukák nagyobb gyerekekkel, most meg ilyen nagyon picikék, úgyhogy, de készültünk forró teával, süthivel, úgyhogy mindenki megtalálta a magának való elfoglaltságot. A természetes anyagokból késő dekoráció gyönyörű, környezetbarát és nagyon stílusos, ezért manapság rendkívül divatos. A természetes anyagokkal való munka nagyszerű lehetőségeket rejt magában, egy nagyon izgalmas élmény. A természettel való találkozás kibővíti a gyermekek megértését a körülöttük lévő világra. Megtanítja őket a különféle természeti formák alapos megismerésére, fejleszti a megfigyelést, a kreatív képzelőerőt, és segít egy új típusú tevékenység tanulmányozásában és elsajátításában. A környező valóság megfigyelésén és esztétikai megtapasztalásán alapuló munka a harmonikusan fejlett személyiség kialakulásának feltétele. A gyerekek a legtöbb alapanyagot felismerték, annak ellenére, hogy volt közöttük olyan is, aki még csak 4-5 éves. Beszéltünk is róla, hogy melyik a barka, de hát ezt mindenki nagyjából ismeri, meg így magyaráztunk neki, meg az ajtódíszekre lehetett macskát, vagy kis cicát rakni, meg madarat, úgyhogy nagyon aranyosan el voltak. Mindenki próbáltuk így, hogy ízéses dolgok készüljenek, egy kicsit irányítani, de olyan szépeket raktak össze, úgyhogy nem volt rá szükség. Ezek utóra készültek. Én amúgy is mindig díszítgetjük a házat, meg az egy külön dolog. Ezt mindenki szépen hazaviszi, kiakasztja a kapura, és akkor reméljük, most már jön a tavasz. A következő mentáskert az 24-én lesz egy rendhagyó mentáskert, mert akkor itt lesz egy nagy szűrőbusz, és akkor a mentáskert is előre települése, az is egy nagyobb lélegzetvételű lesz. És utána a 31-én lesz egy ilyen kertészeti kis okosos mentáskert, ahova meg elhívunk egy ilyen vízes programot, ahol mindenféle koktélok készülnek vízből, meg egy ilyen nagyon egy ilyen vízközpontú, vízre vigyázós, nagyon érdekes előadás lesz, meg rendezvény. És közben meg lesz itt egy kertész, aki megtanít nekünk mindenféle, hogy a tavasszal hogy kell újraéleszteni a kertet, vagy újraindítani, meg mik az első teendők a kertben. Itt, amiket ma készítettetek, gondolva a koszorúkra, ajtódíszekre, ezek megtalálhatóak lesznek itt a faluházban, vagy ezek teljesen otthonra készültek? Ezek otthonra készültek. Én amúgy is mindig díszítgetjük a házat, meg az egy külön dolog. Ezt mindenki szépen hazaviszi, kiakasztja a kapura, és akkor reméljük, most már jön a tavasz. Minden csütörtökön délután 2 órától van nyitva a piac, így aki eddig még nem jutott el, ezen a héten is vásárolhat a mentáskert kalászi termelői piacon, és remélhetőleg a jó idő is hamarosan megérkezik, és még jobban élvezhetjük a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár udvara nyújtotta adottságait. Végül a várható időjárásról. Szombaton is napos, csapadékmentes időre van kilátás. Újabb csípős reggelre ébredhetünk, -13-6 fokig hűl le a levegő. Napközben 3 és 7 fok között számíthatunk majd. Vasárnap is sokat fog sütni a nap, hajnalban -10 és -6, délután pedig 5 és 10 fok között lesz valószínű a hőmérséklet. Adásunk végén következzenek fontosabb híreink még egyszer, röviden. A kormány 3 döntést hozott a benzinárstopp fenntartására. Mentzer Tamás is jelen volt, dr. Vitályos Eszter, az MI Európai Uniós Fejlesztés Politikáért felelős államtitkára országgyűlési képviselő választási fórumán. Kokárdákat és tavaszi ajtódíszeket lehetett készíteni a Kós Károly Művelődési Ház udvarán. Ez volt mai hírmagazinunk, a Buda Kalász ma. Híradóval legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Buda Kalászt, mert hamarosan kezdődik a Kultúrcseppek című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv/Buda Kalászon. És ne feledjék, a közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket, kövessenek minket ott is. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!